Sziasztok, vegán pad táj, vagy táj pad, de ez nem egy ülőke a csörgedező pataknál az erdőben, hanem ez egy nagyon finom, egzotikus étel, amit közösen fogunk elkészíteni. Tuti, hogy jó lesz, valami örömöt mindenki talál benne, mint százlábú a talpmasszázsban. Mindjárt kezdünk, maradjatok velünk! És már itt is vagyunk, ebben a csodálatos táj monszun időszakban. Közösen készítsünk el egy finom, lélek melengető vegán egytálételt, gluténmentes, olajmentes, 30 perc alatt el fogjuk készíteni, és mindenki el tudja készíteni, még én is, aki a táblagépen rajszöggel menti el az üzeneteket, úgyhogy ne idegeskedjetek, sikerülni fog, nézzük, miből készítjük el. A hozzávalók, és ezt felirattal nézzétek, mert nem fogjátok érteni, annyira gyorsnak kell lennem. Jó, az összes hozzávaló és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban megtalálhatóak, és kb. 3 szekcióra osztanám a alapanyagainkat. Az első egy tofu rántotta szerűséget fogunk készíteni, a másik nagy egységünk tészta és a hozzávaló zöldségek, fűszerek, és a harmadik pedig a szószok itt a legalsó sorban, de mindenkiről beszélek azért egy picit. Kezdjük is akkor a tésztával. Szobatészta, tehát nem kültéri, csak beltérbe használjátok, viccelek, ez egy nagyon finom és teljes értékű rizstészta, egyébként másfajta rizstésztával is elkészíthetitek az ételt, kínai kell, nagyon finom, nagyon jó, sokkal jobb, mint a kínai robogók, ezt nekem higgyétek el. Tofu kockák, amint látjátok, és a fűszerezésről is egy picit beszéljünk. Fekete só, ami a tojásos jeleget adja, de még szeretnék róla is egy pár szót majd később mondani. Fokhagyma, kurkuma a borssal, talán ezt már tudjátok, hogy őket így kell párosítani. A fekete só és ez a csomagolás arra emlékeztet, hogy az Eden Premium webshopján, ugye, illetve weboldalán vásárolhattok 15% kedvezménnyel a Vegan Blog 15 kódot felhasználva. Menjünk akkor tovább a laskagomba, ez is majd még egy kis említést érdemel a részemről. Jó sárgarépa, fokhagyma, újhagyma, nilahagyma, zöld borsó, és hát ő csak beprotezsálta az anyukája, és nagyon csúnya, de majd róla is teszek némi említést. Jó, tahini, gyömbér, fokhagyma és bors, balzsamecet, tahini, ami tudjátok, ugye a szójaszósznak a gluténmentes verziója, és eritrit az édesítésre a mi esetünkben, egyébként pedig ezt datolyaszirupal is kiválthatjátok. Na, hú, ez sikerült, kezdjünk el dolgozni! Még 2 vegán blog tippet engedjetek meg nekem, úgy sincs más választásatok. Beszéljünk a szójáról, hogyha valaki esetleg nem szeretné az étel részeként látni, akkor a tofu rántotta helyett csicseri borsólízből készített rántottát is készítettek, és a szójaszósz pedig kókusz aminóval lehet kiváltani, amit megtalálhattok egyébként bioboltokban, vagy bárhol, hogyha erre rákerestek. A második vegán blog tippem pedig, hogy egy ilyen maradék felhasználónak is nevezhetjük ezt az ételt, tehát amit találtok a hűtőbe, zöldségeket, kiválthatjátok az általunk javasoltakkal. Most már tényleg befogom és dolgozom. 3 vonalon is elindítjuk a teendőinket, tehát paralel fogunk dolgozni egy csomó dolgon, de gázoljunk bele a fémhulladékba, tehát menjünk sorjában. Az első lépésként tegyük fel a vizet a tésztánkhoz, és tegyünk bele némi sót is. A következő lépés az lesz, hogy elkezdjük dinsztelni szigorúan vizen, és nem egyéb zsiradékon a hagymánkat. Egyébként ezt el is kezdem, miközben beszélek. És még a harmadik faktorról is hagyjátok említést, az pedig a tofu rántottánknak lesz, bocsánat, az előkészítése, de most egyelőre ezzel én el vagyok. Ez a 3 dolog egyszerre nekem, mint férfi embernek egy óriási kihívás. Nem tudjátok rólam, de a táncban én annyira tisztelem a ritmust, hogy sohasem találom el, úgyhogy nekem nagyon kell most koncentrálnom, de sikerülni fog. Hát a csörömpölés sajnos örökvédegyemet nem tudom kihagyni. Jó, tehát ez a tofu rántottának lesz a legfőbb alapanyaga, szépen összetöröm, de ezt most nem várjuk végig, még ezt csinálom sokáig. El is készült a vegán rántotta alapanyaga vegán tyúkolba, én így tudok tojni és ilyet tudok králni. Kurkumát látjátok, annyit tettünk hozzá, hogy ilyen bohókásan sárga legyen, a fekete só meg megadja a tojásos jellegét, és egy picit
hő által karakterizáljuk. Egy kicsit okoskodjak, de egyébként ez kb. Annyit jelent, hogy amint látjátok, beletesszük egy ilyen helyes kis serpenyőbe, és egy picit átforgatjuk magas hőmérsékleten. Szerintem most ez meg is fog hamarosan történni. A vegán síva néhány hosszú csápja használatban, amint láthatjátok, és ez még mind semmi, mert egyébként a tésztánkhoz a víz is most már melegedik. Tegyük hozzá a fokhagymát is, egy pici időt hagyunk neki is az aklimatizálódáshoz, illetve hát ez teljesen normál nálam a díszteléshez. Jó, és mindjárt folytatjuk. Szeret? Nem szeret? Szeret? Nem szeret? Szeret? Nem szeret? Én nagyon szeretem, és igazán, ez pedig a laskagomba, és azért ilyen formában tegyük bele, hogy egy pici izgalmat vigyünk bele, és ha a formavilágról beszélünk egyébként, akkor a répát is nézzétek meg, jó? Hogy ilyen hámozóval egyel izgalmasabbá tudjuk tenni ezt a viszonylag mindenki által ismert és elfogadott zöldséget, és most ez a kis négyes csapat, miután már megdínszteltük mind a két fajta hagymánkat, mehet bele a serpenyőbe. A zöldségeinket sok kedves szó után fizikailag is próbálom megpuhítani, tehát ők most itt el lesznek, hőhatására lágyulnak, a tofu rántottánk elkészült, és ezzel párhuzamosan egyébként itt a lehetőségünk, hogy a szószunkat is elkészítsük. Szószunknál érdeklődés hiányába és rendezői utasításra már csak az utolsó elemeket láthatjátok, ahogy beleteszem, de egyébként higgyétek el, hogy a többi aktus is megtörtént, jó? Ezt alaposan összekeverjük, és gyakorlatilag a szósszal meg is vagyunk. A zöldségeink már majdnem elkészültek, hasznos tippként hadd mondjam el, hogy magas hőfokon, tehát inkább egy kicsit így megsütve, mint párolva készítsük el. Jó, mivel én már látom, hogy majdnem kész van, akkor hozzáteszem most már a póréhagymát is. Még egy picit vegyüljenek ők is, és akkor a zöldség, mint köret, illetve hozzáadott érték mindjárt elkészül. Férfi emberként nyomasztó nekem ez a sok projekt, egyszerre tényleg, mint Godzilla a stúdió apartmanban, tiszta ideg vagyok, de a lényeg az, hogy most már felforrt a vízünk a tésztához, és mint a spagettit vagy bármit így beletesszük, később elrendezgetjük, 5-6 perc kell neki, és a tésztánk is elkészül. Kedves nézőink, helyzet jelentés, a zöldségünk elkészült, a tofu rántotta elkészült, a tésztánk pedig hamarosan ugyanezt fogja tenni, és most köszönöm a jelentkezést, vissza a stúdió. A tésztánk megfőtt, mindjárt leszűrjük, nem öblítjük, és ebbe a nagy zöldséges kondérba, egy vegán internacionális keretébe minden meglévő összetevőt összekeverünk. Már mindenki együtt van, de mint minden szociális együttlét, kenőanyaga a szósz lesz ez esetben. Jó, tehát, hogy meg is ismerkedjenek egymással, és némi hőt azért adjunk nekik, egy picit így melegítsük át, és egyébként ezzel elkészült ez a csodálatos étel. Megcsináltuk, elkészítettük, veregessük meg a vállunkat, mert egy nagyon finom, egzotikus egytál étel lett az eredménye a mai munkálkodásunknak. Egyébként még egy pár hasznos tipp, korianderrel díszíthetjük, vagy petrezselyemmel, és egyébként az ízélmény fokozására még akár tört mogyorót, vagy szezámmagot is rászorhatunk. Nincs más tisztem ma, mint a búcsúzás, már hadonászok is a bal kezemmel, tehát a harangot jelöljétek be az értesítésekhez, és a köszönömöt kérjük szépen a YouTube videó alatt, és a játékunk, aki nem nézi a videó végét, mai kódja pedig szandál, szíj, szegés. Jó, tehát a kedvenc elfoglaltságom, így is mondhatnám. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, nagyon szeretlek benneteket, vigyázzatok magatokra, sziasztok!